Jó estét kívánok a Vásárhelyi Televízió nézőinek! A híradót látják! Trianon nem Versailles-ban, hanem a magyarok szívében van. Attól vagyunk magyarok, hogy Trianon fáj nekünk, hangsúlyozta Márki-Zay Péter polgármester az országzászlónál tartott beszédében. Az alkalmat június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja szolgáltatta. 98 évvel ezelőtt június 4-én a trianoni békeszerződés következtében Magyarország elveszítette területe 67%-át, lakosságának pedig 58%-át. Elevenítette fel a múltat Márki-Zay Péter tegnap a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából az országzászló emlékműnél. A polgármester hozzátette, ahogyan saját felmenőinek, minden magyar családnak van erről története, ezért minden magyar embernek kést forgatnak a szívében, amikor Trianon neve felmerül. Trianon nekünk nem Versailles-ban van, Trianon nekünk a szívünkben van. Ez egy nagyon fontos dátum, egy nagyon fontos egyetlen nap, de ebben az egyetlen napban 1000 év magyar történelme van benne. Hiszen a magyarság sorsáról, a magyarság sors kérdéséről gondolkozunk, amikor Trianonról beszélünk. Ez az egyetlen szó, ez a honfoglalással kezdődik, és ennek a napnak történelme máig nem ért véget. A polgármester hozzátette, mi attól vagyunk magyarok, hogy ápoljuk ezt a kultúrát, beszéljük ezt a nyelvet, és hogy fáj nekünk Trianon, amelyben a múlt mellett a magyarság jövője is benne van. Az a teendőnk, hogy a mai Trianon ne ismétlődjön meg, ne történjen meg, hogy a kivándorlást megállítsuk, hogy az ország népesség fogyását megállítsuk, hogy a népesség szaporulatot helyreállítsuk. Ezt követően az önkormányzat, a honvédség, a pártok, a civil szervezetek és a magánszemélyek is elhelyezték a tisztelet koszorúit az országzászlónál. Majd a megemlékezés a Hódmezőgazda ZRT területén lévő, volt magyar királyi mezőgazdasági szakiskola melletti első világháborús emlékműnél folytatódott. Kiesett az NB3-ból a HFC felnőtt csapata. Tavaly kifelé pattant a kapufáról a labda, idén befelé, fogalmazott a HFC sikertelen évének értékelésében Horváth Zoltán a klubelnöke, aki szerint a szerencse mellett a szűkös anyagi források sodorták az összeomláshoz a klubot. Miután nem számíthatnak a továbbiakban az MLS 30 milliós támogatására, a félprofi felnőtt csapat légiósait elengedik, és a megye egyes csapat 17-18 éves fiataljaiból építik újjá a vásárhelyi alakulatot. Az összeomlás szélére került a HFC, miután kiesett a csapat az NB3-ból, és szemben a tavalyi 5. helyel most a 14-ek lettek. Csongrád megyében a Mórahalom is búcsúzott az NB3-tól, az Algyő pedig nem rendelkezik olyan anyagi kondíciókkal, hogy harmadosztályú csapatot állítson ki, így csak a Seoul és a Makó maradt talpon. Nem tudtunk egyenlő feltételeket biztosítani a többi csapathoz képest, vagy legalább hasonló feltételeket, hiszen azok a csapatok, akik kiestek, azok hozzánk hasonló költségvetéssel és anyagi lehetőségekkel gazdálkodtak, bírtak ebben a szezonban, míg azok, akik bennmaradtak, ennél magasabb költségvetéssel. A mi felelősségünk az, hogy nem tudtuk azokat a kondíciókat előteremteni, amelyek előrevetítették volna azt, hogy gond nélkül bennmaradunk. Ugye itt én nem akarok példálozni egyetlen egy csapattal sem, de tudva levő és nyilvánvaló az, hogy azok a csapatok, akik a bajnokság élmezőnyében végeztek, azok 2, de inkább 3-4-szeres költségvetéssel bírnak egy évben, mint mi. A Magyar Labdarúgó Szövetségtől kapott 30 millió és a vállalkozóktól, támogatóktól gyűjtött további 12 millió forint nem volt elég egy ütőképes keret felállításához. Most az MLS támogatásának is búcsút mondhat a HFC. Az MLS 30 millió erre néző olyan következmények lesznek, hogy az nem lesz. Tehát nyilvánvalóan a következő évben a felnőtt csapat a megyei egyes bajnokságban fog szerepelni. Én azt gondolom,
hogy így a vezetőséggel, az elnökséggel, a szakmai stábbal egyeztetve nem feltétlenül jártunk eddig jó úton. Akkor, amikor azt mondtuk, hogy ugyan próbáltuk a helyi fiatal tehetségeket beépíteni az első csapatba, viszont nagyon sok úgymond idegen légiós, vagy tehát vidéki játékos volt a csapatban. Egyet biztos meg tudok ígérni mindenkinek, hogy ez a következő szezonban nem így lesz. Ugye hála Istennek van egy kimondottan jó erőkből álló megy egyes felnőtt csapatunk, akik gyakorlatilag csak és kizárólag 17-18-19 éves helyi saját nevelésű fiatalokból áll, és negyedik helyen végeztek idén a megy egyes pontvadászatban. Úgyhogy a jövő Hódmezővásárhelyi csapatát mindenképpen rájuk kívánjuk építeni. A vidékieknek meg kell, hogy köszönjük a munkát. A korábbi vásárhelyi játékosoknak megadják a lehetőséget, hogy az újjáépítésben részt vegyenek. A történtek a TAO forrásokat nem veszélyeztetik, ám félő, hogy az utánpótláskorú játékosok számára az NB3-ba való továbblépés lehetősége nélkül nem marad vonzó a klub. A felnőtt labdarúgás finanszírozása továbbra is megoldatlan marad, tette hozzá Horváth Zoltán, aki a vásárhelyi vállalkozókat kéri, hogy támogassák a klubot. Akár személyi igazolványt újítani, vagy útlevelet csináltatni is lehet a kormányablakbuszban, amely a kis településeken élők számára megkönnyíti az életet, mert helybe viszi a szolgáltatásokat. Ma a kényelmes ügyintézést a batidaiak elveszhették. Folyamatosan úton van a Hódmezővásárhelyi járási hivatalhoz tartozó kormányablakbusz. Kedden délután Batidán az olvasókör épülete mellett parkolt le és segítette az itt élők gyors és hatékony ügyintézését. A batidaiak, illetve a környező tanyákon élők 6 ügyben intézhetik el az ügyeiket. Elsősorban a személyi okmányok tekintetében, úgy mint személyigazolvány, lakcímkártya, esetleg útlevél, diákigazolvány és ügyfélkapu regisztráció tekintetében. Ez egy nagyon fontos szolgáltatás mindazon Hódmezővásárhely és esetlegesen Csongrád megyei lakosoknak, akik olyan településen élnek, ahol nincsen kormányablak, mivel így a kormányablak különböző, illetve a legfontosabb szolgáltatásait helybe hozzák. Ez a szolgáltatás az időseknek, a kismamáknak vagy akár a szabadságukat töltőknek is nagy segítség lehet. Tóth Sándorné egészségügyi problémái miatt nehezen tud járni, ezért számára különösen előnyös volt, hogy nem kellett Hódmezővásárhelyre beutazni, hanem helyben elintézhette ügyét. Át kell váltani a rokonsági nyugdíjamat öregségére, és kiküldték a papírt, letöltöttük a internetről, és akkor most ezt nem tudtam, hogy beküldjem, vagy mit csináljak, de az úgy volt, hogy postán beküldöm, csak hogy megkaptuk a papírt, akkor mondom, akkor kijövök ide, hát ha sikerül beküldeni. És sikerült? Sikerült. Úgyhogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert így megúsztam egy postabárást. Szerda délután 1 és 3 óra között már Kútvölgyön állomásozik a kormányablakbusz, a következő hetekben pedig a szikáncsiak és az erzsébetiek is örülhetnek. A Csongrád megyei kormányhivatal honlapján vagy a közösségi médián keresztül lehet tájékozódni a mozgó szolgáltatás aktuális helyszíneiről. Flashmobban mutatták be a víz körforgását egy látványos élőkép segítségével a szabadságtéri óvodások, a Szent István Általános Iskola diákjai és a Betlenbe járó fitkidesek. A program a Környezetvédelmi Világnaphoz is kapcsolódott. A Csúcs, Béketelep, Tabán és Kincsestelep városrészek csapadék és belvíz elvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a régi Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen elnevezésű projekt részeként roadshow-t tartottak a Szent István téren. A 4 állomásos programsorozat harmadik helyszínének különös aktualitást adott a Környezetvédelmi Világnap. Környezetvédelmi Világnapot 46. éve ünnepeljük a világban, és minden évben egy új helyszínen, egy új országban, az idejében India nyerte el ezt a helyszínt, és a fő vezér mondatuk, hogy műanyagmentes világot teremtsünk. Mi viszont Hódmezővásárhelyen minden évben ehhez a naphoz igyekszünk egy óriás képpel, egy óriás emlékképpel kapcsolódni, és az idejében egy flashmob, egy élőkép a kialakítására került sor, ahol a vízkörforgását jelenítjük meg. Különleges a téma, hiszen minden egyes elem egy-egy gyerekcsoport, egy-egy oktatási intézmény óvodáktól, középiskolákig a Zöld Kapocs környezeti nevelők segítségével vesznek részt. A roadshow helyszínét
Buzókiné Szabó Ildikó hulladékokból készített Mártéi élővilágát bemutató művészeti alkotásai díszítették, a kiállítás a Varázslatos Mártéi címet kapta. Ezeket az állatokat és a hozzátható eszközöket csupa hulladékból készítettem az elmúlt évek során a Klimanocska oktató programcsomaghoz. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy május 24-én a Trashárt Művészeti Fesztiválon a zsűri külön díját nyerte el ez a kis oktató programcsomaghoz kapcsolódó kis kiállítás. Azzal szeretnénk erre felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos az, hogy a hulladékokból lehet olyan művészeti alkotásokat is készíteni, amik szemléletformálóak. A mai roadshowba bekapcsolódó több mint 500 gyermek sportversenyeken, illetve játékos vetélkedőkön, hasznos előadásokon is részt vehetett, ahol megismerkedhettek többek között a csapadék víz hasznosításával is. 17 féle nyári táborból mazsolázhatnak a gyerekek a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ nyári kínálatában. Július elejétől augusztus közepéig heti turnusban választhatók a legkülönfélébb elfoglaltságok, a napközis jellegű táboroktól a bentlakásosokig. A költségek pedig a 13.500 forinttól 35.000-re is rúghatnak, ha szállást és étkezést is kínálnak a programok mellett. Pápai Kata keramikus művész műhelyében is vendégeskedhetnek, és az őskori cserépedény készítés fortéjaival is megismerkedhetnek a kerámia tábor résztvevői, akiknek a műveiből kiállítás is nyílik majd a tábor végén. A programon július 2. és 6. között lehet részt venni. Július 1-e és 7-e között pedig indul a Művelődési Központ egyik legkedveltebb bentlakásos tábora. Mint minden évben Mártéjon a Bodnár Bertalan Oktatóközpontban kerül megrendezésre. Idén Hét tenger ördöge címet adtuk neki, tehát itt abszolút a kalózkodás lesz a középpontban. Én úgy gondolom, hogy minden kisfiú, sok kisfiú és kislány szereti ezt a kalózkodás témakört, úgyhogy ezt fogják majd így körbejárni a képzett pedagógusokkal kint Mártéjon egy hétig ebben a bentlakásos táborban. Itt is például a kalózhajó mesékben megtörténhető dolgok lesznek majd kint Mártéjon. Lesz bátorságpróba, vetélkedők, esti beszélgetések, vizes és vízparti játékok, túrázni fognak majd a tanösvényen. Újra hódít majd az állati küldetéstábor, illetve hasonló tematikával a Barátaink az állatok tábor is elindul, aminek során a Szegedi Vadas Parkba is elkirándulhatnak a résztvevők. De a Hello Lányok tábor sem maradhat el, ami az idei évben is az öltözködésre, a divat megismerésére és felfedezésére épül. Lesz színjátszó tábor is Benkő Brigitta vezetésével. Az Aprók Tánca Néptánc tábor pedig az egészen kicsiket, az óvodásokat és az első-második osztályosokat várja. Újdonságként elindul a Görg Korcsolya és Ugrókötél tábor is, Pupulever László és Selmeci Tíme a sportoktatók vezetésével, amelynek helyszíne a BFMK táncterme és a hútói sportpályák lesznek. Az első tábor az júniusban indul majd, június végén, és egészen augusztus 10-éig tart az utolsó táborunk, úgyhogy már mostantól, tehát június 10-éig lehet jelentkezni a bentlakásos táborunkra, a Mártéi bentlakásos táborunkra, úgyhogy az a legelső, és akkor innentől kezdve aztán folyamatában, ahogy említettem, mert tényleg egész júliusban, illetve augusztus 10-éig táborok lesznek, úgyhogy azért mondtam, hogy érdemes ezt a szünidő kiadványt mindenkinek, aki ebben gondolkozik, hogy a gyermekét nyáron táborba adja, forgatnia, és akkor látja benne, hogy mik azok az időpontok, amikor jelentkezni lehet. Úgyhogy de mostantól kezdve már egy fél hónappal ezelőtt is egy hónapja tényleg jelentkeznek folyamatosan a táborokra a gyermekek. A kaland, az időutazók vagy a tuti tudósok tábor is a kisiskolás korosztályt szólítja meg, míg a felső tagozatosok, középiskolások kedvelt programja lehet a haladó német nyelvi tábor, amely jócskán ad majd lehetőséget a nyelvgyakorlásra, hiszen a táborban részt vesz két német anyanyelvű kislány is, akiktől szintén sokat tanulhatnak majd a résztvevők, a táborvezető Benséni Bánki Horváth Klára német nyelvtanár mellett. A népszerű kártyajáték az ulti szabályrendszerében mélyülhetett el a hétvégén Lázár János. A miniszter dr. Kovács László otthonában ült össze egy partira, ahol Grezsa István és Viski Sándor társaságában keverték a lapokat. Kimondottan jó hangulatú, könnyed stílusú videót osztott meg nemrégiben Facebook oldalán Lázár János, aki baráti társaságának kártyapartijába, az ultizás kulisszatitkaiba engedett betekintést. A találkozó szellemi kihívásokat sem nélkülözött. Péntek este, Hódmezővásárhelyen,
Kovács László főorvos úr kiváló barátunk otthonában, ulti doktor, ulti professzor és ulti pápa társaságában, Grezsa István kiváló barátunk, Viski Sándor tanár úr, Kovács László az előbb mondta, mindenki orvos, és ultizni tanítanak a jövő reményében. A házigazdától, dr. Kovács Lászlótól azt is megtudjuk, hogy a Délalföldön az úgynevezett félkezes ulti a legelterjedtebb, ami a kártyajáték magas iskolájának számít. A mai híradó végére értünk, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Szerdára viradóan felszakadozik a felhőzet. Enyhe lesz az éjjel, 18 fok közelébe süllyed a hőmérő kigányszála. Holnap a kezdeti naposabb időt ismét erőteljes gomoly felhőképződés követi. A déli óráktól szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra, melyek kis területen kiadós csapadékot okozhatnak. A hőmérséklet 30 Celsius fokig emelkedik.